Kerózsika. Volt egyszer egy király s egy királyné. Hiába volt övék az ország, a tengernyi kincs, nem voltak boldogok, mert nem volt gyermekük. Lefektükben, felkeltükben, folyton azért imádkoztak, hogy az Isten bár egy gyermekkel áldaná meg őket. Addig addig imádkoztak, hogy az Isten meghallgatta kérésüket, s megáldotta őket egy szép leány gyermekkel. De olyan széppel, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Na lett egyszerre nagy öröm a királyi palotában. Nagy vendégséget csaptak, arra meghívták az egész atyafiságot, minden jó emberüket, és ezen kívül az országban élő bűbájos asszonyokat is, hogy mindegyik valami jóval, széppel ajándékozza meg a kicsi király kisasszonyt. Akkoriban épp tizenhárom bűbájos asszony volt az országban. De hogy, hogy nem, az egyikről megfeledkeztek, s csak tizenkettőt hívtak meg. Volt nagy dínomdánom, ettek, ittak, vígan voltak, s a nagy dínomdánom után a bűbájos asszonyok sorban a bölcsőhöz léptek, s mindegyik megajándékozta valamivel a kis király kis asszonyt. Egyik szépséget, másik gazdagságot, a harmadik kedvességet adott, s így tovább, kitől, ami tellett. Mikor éppen a tizenegyedik bűbájos asszonyra került volna a sor, betoppant nagymérgesen a tizenharmadik, s elkezdett átkozódni. Nem hívtatok meg engem, úgye? Hát meg is átkozom a király kisasszonyt, hogy mikor tizenöt esztendős lesz, szúrja meg a kezét egy orsó, s hajjon meg szörnyű halállal. Többet nem mondott. De ez is épp elég volt, s azzal nagy széllel lobbal elszaladt. Hely, lett szörnyű ijettség. Akkor a bölcsőhöz lépett a tizenkettedik bűbájos asszony, aki addig még nem került sorra, s azt mondta. Ne búsuljon, felséges királyom, s felséges királyném. Ha egészen nem is tudom feloldani az átok alól a király kisasszonyt, legalább enyhítem ezzel. Nem hal meg a király kisasszony, csak aludni fog, száz esztendeig. Hát, hiszen ez is jobb volt a semminél. De ettől a perszől fogva senki sem látta mosolyogni se a királyt, se a királynét. Mind azon törték a fejüket, hogy s mind tudnák megelőzni a nagy szerencsétlenséget. Égessék el, ami orsó van az országomban, parancsolta a király. S csak ugyan, ami orsót találtak, mind elégették. Bezzeg jó dolguk lett a lusta asszonyoknak s leányoknak, nem kellett fonniuk többet. A király kisasszony pedig nőtt, növekedett, és olyan szép lett, mint égen a ragyogó csillag. Olyan kedves, olyan jó, hogy mindenki szerette. Már kezdtek is megnyugodni a szülők, hogy nem teljesedik be az átok. és mikor a király kisasszony tizenöt esztendős lett, a király és királyné úgy megfeledkeztek a dologról, hogy aznap elmentek hazúról, és magára hagyták a király Ahogy magára maradt, bejárta az egész palotát. Mindent jól megnézett, s végezetül egy vén toronyhoz ért. Vajon mi lehet a toronyban? gondolta magában. Fölment a lépcsőn, s a torony ajtajában egy rostás kulcsot talált. Fordított egyet rajta, s mindjárt fölpattant az ajtó. Hát, uramisten, ki volt a szobácskában? Egy vénasszony, de olyan vén, hogy az orra a térdét verte. Ott ült egy kis széken, s nagy serényen font, pergette az orsót. Köszönt a király asszony. Adjon Isten jó napot, néném asszony! Mit csinál itt kigyelmed? Fonok, lelkem, fonok! Felelte a vénasszony. Hát az meg mi, ami olyan vígan forog? Orsó, lelkem, orsó. Jaj, de szeretnék fonni, adja ide, hadd próbáljam meg. Odaadta a vénasszony az orsót, hogy ne adta volna, hiszen ő volt a tizenharmadik bűbájos banya, aki annak idején megátkozta a lányt. Ahogy a király kisasszony elkezdett fonni, az orsó hegye az ujjába szúrt, s abban a pillanatban le is esett az ágyra, s mély álomba merült. De nem csak a király kisasszony aludt el, elnyomta az álom a királyt, a királynét, az egész udvari népet. Elaludtak a lovak az istállóban, a kutyák az udvaron, a galambok a házfedelén, a legyek a falon, az ám, elaludott a tűz is a tűzhelyen, nem sistergett a pecsenye a lábasban, és elaludt a szakács is, aki éppen abban a pillanatban az egyik kis kuktát akarta képen törölni. Még a szél is elállott a fákon, és egy levél sem mozdult. Egyszerre a palota mellett egy kis csipke bokor bújt ki a földből. Nőtt, növekedett, terült, lassanként elborította a királyi palota falát, födelét, minden ajtaját, ablakát, még a zászlót is a palota födelén. Ekközben híre ment hetet hét országban, hogy a csipkerózsás palotában alszik egy szépséges szép király kisasszony, akinek csipkerózsika a neve, s kihez hasonlatos szép lány nem született még kereke világon. Nosza megindultak hát a világ minden részéről a királyfik, hercegek, grófok, bárók, válogatott cigánylegények. Minden jöttek, hogy hát, ha tudnának menni a palotába, s láthatnák csipkerózsikát. De hiszen, ha jöttek, meg is járták. A csipkerózsa ágai nem tudtak átvergődni. Megfogták őket az ágak, bogak, tövisek. Ott ragadtak, ott kellett elpusztulniuk szomorú halállal. Telt múlt az idő, esztendő, esztendő után. Minden esztendőben elpusztult egy seregvitéz de egy sem láthatta meg csipkerózsikát. Hanem egyszer csak letelt a száz esztendő. Éppen akkor próbált szerencsét egy királyfi. Küzdött az ágakkal, tövisekkel, derekasan, de hiába egy szemernyit sem tudott beljebb hatolni. Ám egyszer csak maguktól szétváltak a csipkerózsa ágai, és a királyfi végre bejuthatott a palotába. Végigment a termeken, Szobákon, aztán fel a véntoronyba, s ím, ott feküdt az ágyon egy gyönyörű lány, Csipke Rózsika. Jaj, de szép volt, Istenem! Csak nézte, nézte a királyfi, nem tudta levenni róla a szemét. Aztán füléje hajult, és megcsókolta a homlokát. Halljatok csudát, abban a pillanatban felnyílt Csipke Rózsika szeme mosolygott a szája, felült az ágyban, s kedvesen megkérdezte. Ki vagy te? Mi vagy te, ki engem felébresztettél? A napkeleti királyfi vagyok, mondotta a királyfi. Eljöttem, hogy felébreszelek. Azzal szép gyöngéden fölemelte az ágyból, s lekísérte a palotába. Amint mentek, sorban felébredt a király, a királyné, az udvari nép, Felébredtek a lovak, a kutyák, a galambok, a legyek. Felébredt a szakács is, s jól pofon teremtette a kis kuktát, mert hogy elégette a pecsenyét. És megmozdult a szél is. Fújt, fújtogált, s megmozdultak erre a falevelek is. Bezzek, hogy minden lélek jól kialudta magát. Nem is vártak másnapig, még aznap megtartották a lakodalmat, a napkeleti királyfi, Scsipke a lakodalmát. Én is ott voltam, ettem, ittam, táncoltam, aztán hazaszaladtam. Itt a vége, fuss el véle. Hol le, anyó? Élt egyszer egy özvegyasszony. Annak volt két lánya. Az egyik szép és szorgos, a másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az az édes lánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie. Az volt a hamupipőke a házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre csak font, míg csak a vér ki nem serkent az ujjából. Egyszer aztán, úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány sírva fakadt. Hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, ahelyett, hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott. Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! Szegény lány! Visszament a kúthoz, nem tudta, mit évül legyen. Félelmében végül is az orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt. Egyszer csak egy kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták. Húsz ki hamar, húsz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! A lány neki látott, s szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán tovább ment, ment, mendegélt, még egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta, Ráz meg, ráz meg, minden almám megérett már. A lány megrázta a fát, s csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor addig rázta, míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és tovább indult. Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. Az öreg asszony azonban utána kiáltott. Ne félj tőlem, kedves lányom, maradj nálam, ha minden munkát rendben elvégzel a háznál, jó sorod lesz. Csak arra vigyálsz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a párnámat, hadd a pihéje, olyankor hóhullik fönt a világban. Én vagyok, hol le anyó? Az öreg asszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is ráállt a dologra és elszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve szerint. Az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyek. De jó dolga is voltám az öregnél. Soha egy rossz szót nem hallott, s ehetett, amennyi jó esett neki. Evett is, eleinte jó étvágyjal. Hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt, hogy haza kívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon. csak mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta tovább. Odaállt szépen Holle anyu elé, s azt mondta neki. Elfogta a szívemet a honvágy. Nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb sorsom van itt. Mégis azt mondja a szívem, vissza kell mennem az enyémhez. Tetszik nekem, hogy haza vágyol, felelte az öreg. Ebből is látszik, hogy derék, hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a fenti világba. Azzal kézen fogta, s egy nagy kapuhoz vezette. Innét most már mehetsz magad is, mondta. Ez a kapu egyenest a falutok határába nyílik. A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépet rajta, sűrű aranyeső hullott rá magasból. És az arany mind ott ragadt a ruháján, fény lett, csillogott az egész lány tetőtől talpig. Ez a fizetség a szorgalmadért, kiáltotta Holle anyu a kapunát, s még a kútba esett orsóját is kidobta utána. A két kapuszárny dördülve becsukódott, s a lánya, mint körülnézett, ott találta magát a falujuk határában, nem messze az anyaházától. Gyorsan útnak erett, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút kávájáról meglátta a kakas, és nagyot rikkantott. Kukurikó, mi történt? Aranyos lányunk haza A lány bement a házba, és mert talpig aranyborította, az anyja is, meg a testvére is szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya, lusta lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte át fonni a kúthoz. A lány meg bedugta a kezét a tüskebokorba, Összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához. Azon az ösvényen indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a kenyerek. Húz ki hamar, húz ki hamar, mert megégek, már régen kisültem. De a azt felelte, hogy is ne, hogy összepiszkoljam magam. Azzal továbbment, Csak hamar az almafához ért. Ráz meg! Ráz meg! Minden almám megérett már! Kiáltotta az almafa. Hogy is ne? Hogy a fejemre sék egy alma? Felelte a lány, és továbbment. Odaért hol le a nyóházához. De egy cseppet sem ilyet meg az öregtől, mert már tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és a holle anyó mondott neki valamit, rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna. Nem rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg asszony végül is ráunt, és kiadta az útját. A lusta leány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult. Most jön majd az aranyeső, gondolta magában. Hulle anyó őt is a kapuhoz vezette, hanem amikor a lány kilépett rajta, arany helyett egy jókoraüst üst anyakába a nyakába. – Ez a fizetség a szolgálatodért! – mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. A lusta lány hazament, tetőtől talpig szurkos volt s mikor a kakas meglátta a kútkávájáról, nagyot rikkantott. Kukuri-kú, mi történt? Szutykos lányunk hazatért! A szurok pedig rajta ragadt, élete végéig. Babszem Jankó vándorlása Egyszer volt egy szabó, s annak egy fia, akkora, mint egy babszem. Ezt a fiút Babszem Jankónak hívták, de amilyen kicsi, éppen olyan bátor s ügyes volt. Azt mondja egyszer az apjának Jankó. – Édesapám, én elmegyek szerencsét próbálni, kicsi nekem a kent háza. – Jól van, fiam, eredj jó utat – mondta a szabó kiválasztott a sok tű közül egyet, a leghegyesebbet, abból kardot csinált, Jankónak a derekára kötötte. – No, most mehetsz, fiam, ha megtámadnak, ezzel megvédheted magad. Jankó fel is kötötte a kardot, de mielőtt útnak eredett volna, bekukkantott a konyhába, hadd lássa, mi lesz ebédre. Felugrott a tűzhelyre, a tűzhelyről a fazék szélire, belehajolt a levesbe, s egyszerre csak potty, belé esett a fazékba de még jóformán belé sem pottyant, a leves párája felkapta, s meg sem állott vele, míg a kéményen fel nem vitte ki a levegőre. Aztán egyet-kettőt bukfencezett Jankó, elindult, s addig meg sem állott, míg egy városba nem ért. Ott beszegődött egy szabóhoz inasnak. Itt nagyon jó dolga volt Jankónak, mert mikor adtak enni, mikor nem. Két-három napig csak hallgatott Jankó, de megunta a koplalást, s azt mondta a szabónénak. „Hajja Hallja-e, mester uram, asszony! Lásson el jobban, mert különben elmegyek holnap reggel, s felírom a kapujára. – Sok pityók, a kevés hús, szegény nyinas innen fuss! – Mit beszélsz, te tacskó? – förmet rá az asszony. – Hiszen megállj, mindjárt adok én neked olyan húst, hogy kifutsz a világból. Fölkapott egy pálcát, hogy rácsapjon Jankóra, de Jankó akkor már az asztal alatt gugolcs onnét öltögette a nyelvét, meg kiabált. Sok pityók, a kevés hús, szegény inas innen fuss! Na hiszen, majd felvetette a méreg az asszonyt, szaladott Jankó után, ágy alá, asztal alá, minden alá bújt Jankó után, de hiába, nem tudta nyakon csípni. Végre is kapta a seprűt, s a sok szeméttel kisöpörte Jankót a házból. Csak hogy megszabadult tőle. Tovább ment Jankó nagyvígan, ment, mendegélt, s egy rengeteg erdőbe ért. Ott találkozott egy csomó zsivánnyal, akik éppen akkor tanakodtak azon, hogy s ki a király kincses kamaráját. – Éhol ez a tök mag gyerek? – mondja a vezér. – Ez éppen nekünk való. – Ez bemegy a kulcsjukon, s kidobálja nekünk a király pénzét. Mindjárt el is mondták Jankónak, hogy mi jóban jár az eszük. Jankó vállalkozik első szóra, s kezet ad, itt a kezem nem disznóláb. A zsiványok fölkerekedtek, Jankót az egyik a zsebébe dugta, és sötét este a király palotája elé értek. Ott Jankó kiugrott a zsivány zsebéből, és szépen a kincses kamara ajtaja elé sétált. Az egyik strázsa hallotta, hogy valami apró kis bogár ott mászkál az ajtól, unalbában rá is akar csapni, de a másik azt mondta. Ugyan hagyjad, az is Isten teremtése, hadd éljen. No, ha hagyta, Jankó be is mászott a kulcsjukán, s egymás után dobálta ki az ablakon a sárga aranyakat, a szép fehér tallérokat. Véletlenül éppen akkor nyitott a király a kincses kamarába. Látni akarta, hogy nem lopják-e a pénzét. Nézi, vizsgálja a pénzes kádakat, s látja, hogy bizazokból sok tallér meg arany hiányzik nem tudta elgondolni, hogy kidézsmálhatja a pénzét, mikor éjjel-nappal strázsálják a kincses kamarát. Mondta is a strázsáknak, mikor eltávozott, hogy itt tolvaj jár, s ha kézre nem kerítik, karóba kerül a fejük. Nosza, szaladtak be a strázsák nagy a kamarába, s ím, ahogy bent voltak, hallották is, hogy zörög-csörög az arany az ezüst. Néznek ide, néznek oda, de nem látnak egy élő lelket sem. Jankó csak ugrált egyik sarokból a másikba, s még bosszantotta is a strázsákat. – Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok! Szegény strázsák szaladtak, amerről a hang jött, de mire ott voltak, már más sarokból hallatszott. – Itt vagyok, ragyogok, mint a fekete szurok! Addig szaladgáltak erre-arra, előre-hátra, hogy halálosan elfáradtak, a földön elterültek. Jankó meg vígan dobálta ki a pénzt az ablakon, s mikor megelégelte, hopp, kidobta magát is. Odakint a zsiványok úgy agyba főbe dicsérték, hogy majd lesült az arcáról a bőr. Magukkal akarták vinni, hogy éljen velük halálig, s még azon is túl. De Jankó nem maradt, azt mondta. Egyszer volt, ami volt, többet ő ilyen dologba nem elegyedik. Csak éppen egy krajcárkát fogadott el, s úgy otthagyta a zsiványokat, mint Szentpál az oláhokat. Tovább ment mendegélt, Közbe-közbe megállapodott egy-egy szabómesternél, foltra foltot vetett, de sokáig egy helyen sem maradott. Illaberek, nádakerek, tovább állított. Egyszer azt gondolta magában. Éppen elég volt a szabóságból, próbáljunk egyebet. Beállított egy korcsmároshoz, s annál elszegődött szolgálónak. Mert Jankó mindent látott, amit csinálnak, őt meg nem látták, s ha egymást ellobdostak, azt ő mind elmondta a kocsmárosnak. – No megállj, Jankó! – fenekedtek a leányok. – Majd nem árulkozt többet? Egyszer, mikor éppen füvet vágtak a teheneknek, Jankó ott ugrált, ott matatott a fűben. Egyéb sem kellett nekik. Az egyik szolgáló hirtelen levágott egy marék füvet, ahol Jankó matatott. Oda dobta a többire, s nagy hirtelen belekötötte egy lepedőbe. Azzal utcu, el az istálóba, a jászolba dobták a füvet, s mire Jankó kikászálódhatott volna, ham, bekapta egy tehén. Egy szempillantás, és Jankó lent volt a tehén hasában. De már ennek a felesem tréfa gondolta magában, s elkezdett kiabálni torka szakadtából. Jaj, jaj, nagy a baj, gazduram, jöjjön ki, a tehénből vegyen ki! A korcsmáros éppen akkor talált belépni a pajtába. Hallja a kiabálást, kérdi, hol vagy Jankó? Felelte Jankó. Itt a riska hasába, vágassa le de már ma! Mit volt, mit tenni? A korcsmáros levágatta a riskát, a belét nagy gondosan kivágták. Jankó kiugrott, a bokáját összeütötte, és azt mondta, Nogazduram, Isten áldja, megyek ismét más szállásra. Azzal utcu neki, szaladott ki a mezőre, a mezőről be az erdőbe. Amint ment, mendegélt az erdőben, találkozott egy rókával. Éhes volt a róka, megtetszett neki Jankócska. Gondolta, ha nincs nagyobb falat, elég lesz neki ennyi is, s be akarta kapni Jankót. Ne ölj meg, rókakoma, mondta Jankó. Inkább vigy haza, s bizony nem bánod meg. Hát, mit adsz? kérdezte a róka. Csak vigy haza, s majd meglátod. Mind a tiéd lesz, ami tyúkja, csirkéje van az anyámnak. Ez már beszéd, mondta Róka koma. Felkapta Jankót a hátára, s meg sem állott, míg haza nem értek. Ej, hey, volt öröm otthon, mikor Jankót meglátták. Ami tyúk, s csirke volt a háznál, azt mind rókakomának adták. Világ életében nem volt ilyen úri dolga. No, rókakoma, mondta Jankó. Nesze, van egy krajcárom, még ezt is neked adom. Most pedig eredjisten hírével. Volt tyúk, nincs tyúk. Ha a Jankó anyjának több tyúkja lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége, fuss el véle! A vitéz szabólegény Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egy király. Ennek a királynak két olyan kertje volt, amelyik csupa füvet termett. Egyszer eszibe jut a királynak, hogy lekaszáltatja a füvet, had egyenek a lovai egy kis szénát. Hívat egy sereg kaszást, s parancsolja nekik, hogy menjenek a kertbe, s a füvet kaszálják le. Előáll a kaszások közül a legbátrabb beszédűs, azt mondja a királynak. Felséges királyom, ha karóba is húzatod a fejünket, akkor sem kaszáljuk le a fűvet, mert az egyik kertben három óriás lakik, a másikban meg három medve, s azokkal nem, hogy mi, de még a felséget katonái sem bírnának. Halál fiai lennénk, amint a fűbe belevágnánk a kaszánkat. Éppen akkor vetődött az udvarba egy vándor szabólegény. legény. Hallja, hogy mit beszélnek a kaszások, és mindjárt ajánlkozik a királynak. Felséges királyom, csak bízza reám, én elpusztítom az óriásokat is, a medvéket is. No, hallod-e, mondja a király, nem nézem ki belőled azt a nagy hanem ha csak ugyan emberelész annak, amit mondasz, neked adom a fele királyságomat. Egyszerűbe kezet csapnak, s a szabólegény csak annyit kíván a királytól, hogy adjon neki egy nyulat, egy darab túrót, meg egy vérrel telt hólyagot. No, ez nem volt nagy kívánság. Mindjárt hoztak a vadaskertből egy nyulat, a kamrából egy kis túrót, egy nagy disznóhólyagot pedig megtöltöttek vérrel. Hátra megy ezek után a legény a kertbe, abba, amelyikbe az óriások tanyáztak, s hát éppen sétálnak az óriások nagy urasan, hátratett kézzel a puha sejemfűben. Oda megy a legény, megbillenti a kalapját, köszön az óriásoknak, de azok csak foghegyről fogadják, s szólnak neki. – Mit keresel itt, te emberizink? – Nézem a füvet, hogy le lehet-e már kaszálni. – Majd lekaszálom én veled, – mondotta a legöregebb óriás. – Csak várj egy kicsit. No – No-no, kend is várjon egy kicsit, – mondotta elegény. – Majd meglátjuk, ki tud többet. – Nagyot kacagtak az óriások, de akkorát kacagtak, hogy a kacagásuk még a föld alatt is visszhangzott. Mikor jól kikacagták magukat, a legfiatalabb óriás azt mondta. – No, hát gyere, próbáljuk meg, fussunk versenyt! – Én nem bánom, mondta a szabólegény. – Hát csak iramodj neki! Neki iramodott az óriás, de abban a pillanatban a szabólegény eleresztette a nyulat, és utána kiáltott az óriásnak. – Hát ez is futás! – hiszen az öcsém is jobban fut, mint te. S csak ugyan, a nyúl egy szempillantásra úgy elhagyta az óriást, mintha nem is lett volna. Ezek után az óriás a legénnyel nem is futott versenyt, meg sem próbálta. Akkor meg a középső óriás állott elé, egy nagy követ vett a kezébe, az darabokra törtes, mindegy falásig megette. – Ezt csinált utánam, öcsém! – mondta a szavó legénynek. – Ó, ez semmi! Hegykélkedett a szabó legény. Rátette a túróját a kőre, aztán elkezdte nyomkodni, és mutatta az óriásnak. – Lássátok-e, én még levet is facsarok a kőből. Hm, – Ez csak ugyan erős legény, mondotta az öreg óriás a másik kettőnek. Csak legyünk vele jó barátságban. Nem is vetélkedtek vele többet, hanem éjszakára ott marasztalták a házuknál, jó vacsorát adtak neki, aztán ágyat vetettek, hadd feküdjék le. A szabó legény azonban élt a gyanú perrel. Gondolta, hogy ha elalszik, ezek az óriások majd el akarják pusztítani. Nem feküdt le hát az ágyba, hanem maga helyett egy seprűnyelet fektetett az ágyba. A párnára meg a vérrel telt hólyagot tette, ő maga pedig lefeküdt az ágy alá. Hát csak ugyan. Éjféltájban jött az öreg óriás egy karddal, s úgy odavágott a hólyagnak, hogy egyszeriben a szeme közé locsant a vér azzal kimegy a társaihoz, s mutatta nagy örömmel a véres kardot. – Most már nincs mitől tartsanak, – mondta, – megölte a legényt. Az óriások mindjárt le is feküdtek, el is aludtak. Ezt várta a vitéz szabó legény. Mind a három óriásnak lenyisszantotta a nyakát, kardra szúrta a három fejet, s úgy vitte reggel a királyhoz. – Na, fiam! – Örvendezett a király. Te igazán vitéz ember vagy. Most csak pusztítsd el a három medvét is, aztán tiéd a fele királyságom. kell -e valami? Nem kell egy felséges királyom, csak egy hordó bor. Azt vitest ki a medvéskertbe, a többi az én gondom. Kivitték a hordót a kertbe, s amint az emberek eltávolodtak, a szabólegény leütötte a hordó tetejét, azután behúzódott egy famögé, és úgy leste várta a medvéket. Na, nem sokára elő is cammogtak azok, Neki dőltek a hordónak, mind egy cseppedős cseppig megitták a bort, de meg is részegettek attól úgy, hogy abban a helyben felfordultak, s meg sem tudtak mozdulni. Akkor a szabólegény szépen odasétált, az óriások kardjával a medvéknek is levágta a fejét, mind a három fejet a hegyére szúrta, s vitte a királynak nagy diadallal. Megöltem a medvéket is, felséges királyom! De bezzeg, megrökönyödött a király. Most már mit csináljon? odaadja ennek a hitvány szabólegénynek a felekirályságát. Erősen megbánta az ígéretét, és ugyancsak törte a fejét, hogy s mint tudjon megszabadulni a szabólegénytől. Gondolt ide, gondolt oda, aztán azt mondta a szabólegénynek. – Na, te legény, a fele megnyerted, de addig mégsem adom a kezedre, amíg az anyósomat a pokolból vissza nem hozod. – ne féljen, felséges királyom, visszahozom én, csak adjon nekem egy nagy szekeret, s arra a szekérre tetessen egy nagy hordó vizet. Hiszen adott a király neki jó szívvel szekeret, adott volna nem egyet százat is, csak menjen el a pokolba, mert abba reménykedett, hogy ha az ördögök szerte nem szaggatják, majd elpusztítja az anyósa a szertelen sok beszédével. Elmegy a legény, megérkezik a pokol kapujához. Ott az ostorával elkezd szörnyen rittyegtetni, pattogtatni. Szalad is, mindjárt egy ördög nagy lelkendezves kérdi. Hé, legény, mit rítyektetsz itt? Minek jöttél ide? Annak, hogy adjátok ide a király anyósát, hadd viszem haza. Olyan nincs pattogott az ördög. Bizony, ha nem adjátok ide, tudd meg, hogy ebben a hordóban szentelt víz van, mindjárt megszentelem vele ezt a helyet, és templomot építek ide. Ej, hey, megijedt az ördög, szaladott be a pokolba, s jelentette Plútónak, hogy mit akar egy legény. De megijedt Plútó is, megijedtek az ördögök mind, s eszük nélkül vitték ki a király anyósát a pokolból, felültették a szekérre, hadd vigye a legény. Na, haza is vitte a vitéz szavó legény a király anyósát. A szegény király már nagy örömben volt, hogy a legény odapusztult a pokolban, nem kell vele megosztani a királyságát. De elmúlt az öröme, mikor meglátta az anyósát. Úgy megijedt, hogy meg sem várta, még az anyósa feljött a palotába. Elszaladt, mintha a szemét vették volna kis, a világ végéig meg sem állott. A népek csak várták, várták, hogy jön-e haza a király, nem -e? De bizony eltelt egy hét, eltelt kettő, eltelt több is, s a király csak nem jött vissza. Egyszer aztán megunták a várakozást, Összecsődült az egész ország a királyvárosában, s a vitéz szabó legényt kikiáltották királynak. Így volt, vége volt, mese volt. Aki nem hiszi, járjon utána.